November 17-én Szent Márton zarándoklatot szerveznek Budapesten. A résztvevők végigjárhatják a főváros Szent Mártonhoz kötődő emlékhelyeit, templomokat és múzeumokat. De ki volt valójában, és miért érdekes nekünk, magyaroknak ez a nemes lelkű, áldozatkész, csodatévő férfi? Kevesről tudják Szent Mártonról, hogy Magyarország egyik első védőszentje, magától Szent István királytól kaptuk az ő oltalmát, ő folyamodott hozzá először védelemért 906-ban, mikor édesapja, a Géza fejedelem meghalt, és Koppány fellázadt ellene, hogy a hatalom birtoklásáért folyt a harc, akkor leírják a krónikák, hogy Szent István Szent Márton segítségét kérte a csata előtt, és megfogadta azt is, hogy amennyiben győz Koppány felett, Koppány birtokai jövedelmét a pannonhalmi apátságnak adományozza, akit még Géza fejedelem alapított Szent Márton tiszteletére. Az Árpád-házi királyok idejében is népszerű oltalmazó volt. A szűzanya után a legtöbb templomot Szent Mártonnak emelték. Valamilyen különleges módon a királyságnak is védőszentje. Például az, hogy a király koronázási szertartás része volt, leírják, mikor török idő előtt ezt Fehérváron szentelték föl a királyokat. Ott legalább 3 napos volt ez a szertartás, és annak a része volt, hogy a városon kívül volt a Szent Márton templom, annak a tornyából kellett a 4 égtáj felé a kardvágást megtenni a királynak, mondván, hogy Szent Márton segítségével óvja meg az országot. Budapesten is őrzi néhány temploma nevét, ilyen a Vizafogó Szent Márton plébánia, ahol a koponya erekiéje is megtalálható. Alakját és cselekedeteit számos formában megörökítették. A Magyar Nemzeti Galériában látható a legkorábbi megmaradt emlékünk, a Cserényi templom 1483-ban készült Szent Márton főoltára. Életének 8 jelenetét festették meg az oltár mozgatható szárnyain, a legjelentősebbet a köpeny megosztás jelenetét, ahol a Krisztus képében Márton előtt megjelenő koldusnak ajándékozza az akkor fiatal katonaként a római hadseregben szolgálatot teljesítő Márton a köpenye felét, aztán a híres albengai misét, ahol szintén miután a koldusoknak ajándékozta, szegényeknek ajándékozta tunikáját, egy szegényes öltözetben kényszerült misét mondani, amit hirtelen kellett vásárolni a mise megkezdése előtt, és ezért az ostya felmutatásakor meztelenül maradt karjait csodálatos módon angyalok takarták el. Az álom partján aztán hozzád lép egy árny, díszruhája karda vágja szét. Úgy borul föléd, mint angyal hordta szárny, Szent Márton rád teríti fényes köpenyét. A legtöbbször a köpenyét a koldussal megosztó Szent Mártont láthatjuk az ábrázolásokon, pedig számos csoda és jó cselekedet fűződik a nevéhez, többen is védőszentjükké választották. A budai Mártonhegy is róla kapta a nevét. Az a Mártonhegy arról volt nevezetes, hogy régen szőlőtermeltek ott, és Szent Mártonnak a szőlőhöz is köze van, mert ő a szőlőtermesztők védőszentje is egyben. Tehát innen van az, hogy valamikor az 1700-as években, már a kápolnára 1884-es felirat van írva, de nyilván előtte volt egy fa, amin volt egy kép, Márton kép, aztán lassan-lassan lett belőle egy kicsi kis kápolna. És hát ez ezért kedves itt számunkra, mert egyrészt a szőlőtermelést is hajdani emlékét őrzi itt a Márton kápolna, másrészt ugye a szívünkhöz kötődő Márton útnak is a része lehet. A fővárosi Szent Márton zarándoklat azt is szeretné elősegíteni, hogy néhány éven belül Budapest is bekapcsolódhasson a Szent Márton európai kulturális útvonalba. 2005-ben az Európa Tanács fölvette a Via Santi Martini útvonalat, ez az európai Szent Márton útvonalat, az európai kulturális útvonalá nyilvánította. Ez a Szombathelyt, ahol Szent Márton született, a hajdani Szavária városát, összeköti a franciaországbeli Túr városával, ahol jelenleg a sírhelye van. És itt ezen dolgozunk most, hogy ez körülbelül egy 1700 kilométeres gyalogos utat építünk ki,
a két település között, érinti Horvátországot, Szlovéniát, Olaszországot, és így a Franciaországhoz is. 2016-ra reméljük, hogy ez megépül. A volt szocialista tábor országai közül mi rendelkezünk először ilyen útvonallal, amit az Európa Tanács így elismer nemzetközi kulturális útvonalnak. Szentmárton oltalmát egykor királyaink kérték és tapasztalták meg a viharos évszázadokban. Áldozatkész élete, szeretete és hite példaként szolgál a ma embere számára is. Aki november 17-én Szentmárton nyomába eredve felkeresi az emlékhelyeket, meghallhatja ezt az üzenetet, amely a mai nehéz időkben is segítségünkre lehet.